Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? A gondolata az itt felül és alul látható. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg itt a képen, és ő gondol rád. Ott a közeledben megjelennek az aranyérmék, ezek jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, az értékeket, a belső értékeket is, és ez a kép utal a korlátozásokra. Ez foglalkoztatja őt a gondolataiban. Néha úgy gondolja, hogy sokat dolgozol, megvan a tehetséged, de mások kihasználnak téged, kevés a bevétel, és nem bízol magadban. Nem vagy annak tudatában, hogy mennyire értékes vagy, és ez korlátoz téged. De ő tudja azt, illetve érzi azt, hogy itt lesznek változások, hiszen itt van a sors kereke, és ez egy új irányba fog kimozdulni, és tudja azt, hogy meg fog változni a hozzáállásod. Az ő érzelmei itt láthatóak. Ő nagyon fáradt és kimerült. Lehet, hogy arra vár, hogy te közeledj hozzá, és te adj számára életerőt, vagy még ki akarja kicsit pihenni magát. Nehezen áll fel, hiszen sok minden történt a múltban, ami megviselte őt. Vannak nála ugyan tervek, meg lesz itt a könnyűség is, de nem tudja, hogy milyen lépéseket tegyen, mi következik akkor, ha előre halad. Ott van még mindig a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. Ez bizonytalanságokat vált ki nála. De itt van az arany kehely, ez jelenti az ő érzelmeit, ez olyan, mint egy forrás, ez lehet az ő intuíciója, vagy a te érzelmeit, hiszen te is át tudod nyújtani számára ezt az arany kelyhet, és kimutatod az érzelmeidet, ebben bízik. Mit fog tenni? Itt látható egy szerelmes pár, és ilyen érzelmekkel közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, és bízik abban is, hogy te is szereted őt. Ő útban van hozzád. Átnyújtja számodra ezt az arany érmét. Ez lehet anyagi segítség. Az is lehet, hogy részéről lesz egy jó ajánlat, ami kihat a munkahelyedre. Vagy közli azt veled, hogy mennyire értékes vagy, és ne hagyd azt, hogy mások kihasználjanak téged. Ez a felvétel június 24-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Sravana holdházban van, ami a sas madár csillagkép hatása alatt áll, és az azt jelenti, hogy felülről kell tekinteni a dolgokat, meg hosszú távon tervezni valamit. Vénusz bolygó gyorsabban mozog, mint Mars bolygó. Hamarosan lesz itt a két bolygó között egy kapcsolat, ami szép, előnyös. Ez a mozgás azt jelenti, hogy mi hölgyek közeledjünk a lelki társunkhoz. Két kvinkunx aspektus van ezen a napon, az egyik Mars bolygó és Kétu között, a másik pedig Vénusz bolygó és a Hold között. Ez a kvinkunx aspektus bizonytalanságokat vált ki nálunk. Hasonlóan, mint itt ezen a képen látható, tegyem vagy ne tegyem. Én ezt úgy szoktam elmagyarázni. Képzeld el, hogy van előtted egy inga,
és én megkérdezem, hogy mondd meg, hogy melyik irányba fog kimozdulni. Akkor a válaszod, nem tudom, fogalmam sincs. És ez hat ki erre a napra. Nem tudom, fogalmam sincs, tegyem vagy ne tegyem. Ezek bizonytalanságok. Az egyik kapcsolat Mars bolygó és Kétú között, ez inkább a férfiakra hat ki. Kétú az a lefele mozgó kármikus csomó, és utal a múltra, az emlékekre, ami kihat az ő érzelmi világára. Ez elbizonytalanítja őt. A másik kvinkux aspektus az Vénusz és a Hold között van, ez kihat ránk hölgyekre. A Hold hatása alatt lehetnek anyai témák, de kihat az érzelmekre, mert a Hold vagy az anyukát, az anyai témákat jelenti, vagy általánosságban kihat az érzelmekre. A Hold jelentheti az álmokat is, és nálunk hölgyeknél lehetnek ilyen témák is, hogy megvan az elképzelés, de bizonytalanok vagyunk, hogy ez az álom megvalósul-e, igen vagy sem. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Mivel itt látható vagy te, ha te egy hölgy vagy, és itt vannak korlátozások az anyagiakat illetően, a munkát illetően, vagy amit a kép még jelent, hogy sokat dolgozol, megvan a tehetséged, de nem kapod meg az elismerést, akkor itt a nappali szoba azt jelenti, hogy légy visszahúzódó, és pihent ki magad, ne töprengj azon, hogy mi van a munkahelyen, és miért olyan kellemetlen ez most számodra. Nála vannak ilyen negatív gondolatok, például, ja, hogy tudnék segíteni, ó, ebből úgysem lesz semmi, nem tudom, hogy ő hallgat-e rám, igen vagy sem, pedig érzem azt, hogy a sors kereke jó irányba fordul, de mi van akkor, hogyha mégis az ellenkezője történik, nála vannak bizonytalanságok. Itt ez a kehely jelenti az érzelmeket. De mint ahogy a kvinkunx aspektus is mutatja a férfiaknál, hogy Mars bolygó és Kétú között van ez a kapcsolat, és Kétú jelenti a múltat, akkor is, ha ő bízik abban, hogy minden jóra fordul, de a múltban voltak igazságtalanságok, és emiatt ő kicsit bizonytalan. Ő nagyon fáradt és kimerült, erőtlen. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz az ő érzelmi világában, vagy keresed vele a kapcsolatot, és te adsz erőt számára. Vagy ő összeszedi magát, feláll, kimutatja az élet erejét, mert tudja azt, érzi azt, hogy ott kell melletted lennie. Tehát miattad teszi ezt meg. Te adsz számára életerőt. Itt a gyermek utalhat a gyermekekre, de jelent egy új kezdetet is, vagy az ő ártatlanságát, vagy a te ártatlanságodat. Itt lesz egy új irány, sőt, ez a kép azt is mutatja, hogy ez a férfi rád gondol, te adsz erőt számára, itt feláll, meg lesz újra az élet erő, mint egy újjászületés. Sőt, meg lesz a fiatalos kisugárzás is.
ő közeledik hozzád, segít neked, sőt itt látható, hogy hamarosan lesz egy találkozás, és ez a találkozás kellemes. Itt az irány, az te vagy, útban van hozzád, és itt van a szerencse, boldog veled, örül annak, hogy lát téged, hogy lesz egy találkozás. Ez a párkapcsolat, ez a szerelem olyan, mint egy ajándék. De ez az ajándék azt is jelentheti, hogy közeledik hozzád, meglátogat téged, itt van a szerencse, sőt, megajándékoz téged. Az ő aktuális energiája, lehet, hogy beteg, vagy valaki a családban, vagy benne van még egy bizonyos helyzetben, ami betegíti őt. Ez lehet egy külső befolyás is, és itt vagy egy bírósági ügyről van szó, vagy igazságtalanságokról. És a te aktuális energiád a ház, az jelentheti az otthonodat, vagy valaminek a kiépítését. Esetleg utalhat családi kapcsolatokra. Itt is a nappali szoba látható, és itt van a látogatás. Lehet, hogy így a kártyák összefüggnek egymással, hogy tudod, hogy hamarosan ott lesz nálad. Meglátogat téged. És ez volt a szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dender a Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!